Nyomjunk egy rövid main assembly streamet, és itt pitchünk valamit, ami lezuhan. Kezdésnek szerintem befejezem ezt a múltkori repülőt. Értem, a fülesből hallom, nincs eltelítve. Nincs eltelítve. Oké, most jó lesz. Meg kell jönni a játék képének is lassan a streamre. Megérkezett. Megérkezett, én pedig itt vagyok, és azért vagyok itt, hogy megépítsem. A... Még be volt? Aha. Itt van, 30 csillagot fel lehet itt szedni. 30-at. Azért kell itt a repülőt építeni, mert... Szóval betöltjük azt a szerencsétlen repülőt, amit múltkor sikerült építeni. Egy. Az a baj, itt elég gírba kurbás a talaj, ezzel a múltkor is szívtam. Van egy mi van itt. Lehet, hogy előbb autót kéne ide építeni. Fura hangja van annak, hogy nyoma a mindent. Van itt valahol egy... Ott. Viszonylag. A kisebb rész. Próbáltam utkó felszállni. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ez itt egy autóversenypályának tűnik nekem, mert az itt a parkolójában, ami még garázsos. Itt próbálj meg felszállni. Az, hogy mindenhol ilyen versenyek vannak. Ezt elindítom, akkor fel kéne venni az összes pontot. Ez itt tökéletes lesz, az a vájú. Drag Race. Drag Race nem akarunk, csak... Kinyomtatni a... Probléma az... Miért nincsenek kerekei? Na várjatok. Nem ez volt, amit múltkor? Szóval már a gyors billentyűkre sem emlékszem. Ja, itt kell nyomni egy tabot, és akkor lehet betölteni a botokat, ami... Jézusom, hogy minden szart építettem. Ez volt a legutóbbi. Próbáljuk meg ezt a félt. Ez jó lesz, figyeljétek meg. Ezek a kerekek borzasztóak. Ezt kéne nagyobbra építeni, nem? Hogy a kicsi kerekek ne legyenek ilyen otrombán nagyok. Gess? Így se rossz. Fog ez repülni. Amit teljesen elkúrtam, az a programozás része. Igen, ez teljesen. Egy anyát borogasson. Töröljük. Marad, ezt töröljük. Ezt kell úgy bekötni, hogy... Aha. Melyik? Ez a szárny? Pedig a... Ha? Ez a hátsó. Ennek kikapcsoljuk az Advanced módját. Vagy a Mirror módot? Mirror módot. Ha? Neki jó a Mirror mód. Így fog forogni. Ez pedig Q-val elvel.
Hátsókat is kötjük erre. Azt hiszem most ez így jó lesz. Nem. Az a baj, hogy a kerekek gurulnak. Ez nem szabad. Vagy ki kéne innen kötni. De miért vannak ezek rákötve? Na várjatok meg. Ja, ehhez nem kell ide. Hanem... De még a hátsó? Nem kellenek. Hát ez a szervó, ez nem. Ez lesz a hátsó. Ez. Aha, és meg az. Jó van, akkor az úgy jó. Úgy jó. Aha. Jó, akkor ez így fasza. Mi ez a break? Break sok kell, töröljük. Felszállunk. Túl picik a lapátok! Piff! Aha. Jó, akkor ezt bildeljük. Mondjuk nem ide. Ezt újraépítjük. Sokkal nagyobb lapátokkal. Csak ezeket kell egy kicsit így megnyújtani. Nagyon. Igen, most az a baj, hogy... Túl nagy. Mi van ezzel? Mi van ezzel? De miért nem... Arrébb... Jézus! Előre még egy nyújt meg. Hát most nagyobb lett. Tudom miért fekete. De kikapcsoltam a tetves mirror módot. Komolyan engem felbasz az a játék. Ott tegyük arrébb ezt a szart. Hát akkor. Hát akkor elég nagy lesz ez a cucc. Hogy kapcsolom ki ezt a mirror módot. Most itt látszik is, hogy kikapcsolom, bekapcsolom. Teljesen minden, mit csinálok, ez ugyanúgy megnyújtja. Jó, lesz arra, hogy egy kijebb lett téve. Nagyobb lesz, aztán örüljön neki, hogy... Uh-huh.
Most is elő a hátul nagyobb lett. Jó van. Elvileg csatlakozik. Printeljük ki, ezt nézzük meg, mi lesz belőle. Jöjj! Ááááá! Kéne valami kormányt csinálni rá az elejére. Valami kormányművet, hogy a kerekekkel is lehessen fordulni. Tudom tenni. Szóval. Az a baj, hogy... Aha. De csak akkor tudok fordulni, hogyha ezeket a motrokat bekötöm és mégis fog gurulni. Nem akarunk fordulni. Nyomtassuk ki, ezt repüljön. Miért? Egyre nehéz ez a kaszni. Valószínű. Be kell kötni a motrokat. Húzzam meg. A csűrő szírszarok már jók. Most fogni kell, be kell kötni a motrokat, sajnos. Nem ezt. Hanem a hátsót, elsőt. Over. Ez kell az input. Input, input. Fogom kötni ide. Hátra. Kösd be ide. Jó, és a másik powerre is bekötjük. Ez ilyen négy kerék meghajtásos lesz. Kéne kötni ezt is, hogy kanyarodjon, tehát kell nekünk egy input. Jobb. Oké. Szintén ezekre kell úgy bekötni, hogy amikor balra megy, akkor a ezt is ketté kell bontani. Advanced módra van. Error. Error. Ne, az lesz, most megint be fog kavarodni. Jó, ezt egyre hagyjuk. Nem kell a mirror. Ez így jó. De advanced módra ezt is el lehet. Mutassuk ki valahova. Azt guruljunk. Kire. Ó, baszod. Nem tudjátok, mi lesz? Az elejét megcsináljuk ilyen. Olyan anyád. Olyan motorokkal, amiken van kanyarodás.
egyébként, és akkor ez is meg lesz oldva. Tetszik ez a kerék, tegyük rá ezt. Akkor fancy. Na, és már a repülőnk azt tud. Elvileg ez le van kódolva előre, nem? De valószínűleg nem. Part deleted, akkor ezt letöröljük. Mindenképpen kell a kanyarodást is. Input. Erre kell a... Ezt mód nem kell. Hero. Nem, hogy melyik, aha. Az első. Írt, bekötjük ide. Na, nyomtassuk ki. Szóval. Hú, miért pont fordítva működik? Ajaj. Oké. Fordítva. Megoldjuk. Ilyen csak viszonyítás kérdése. Oké. Szóval. Szerintem az aerodinamika is egy fors ennél a gépnél. Próbáljuk ezt egy kicsit erre hozni. Amúgy megnövelni. Szerintem. És ennek az alapállapotja. Ez. Ennek az alapállapota szerintem így jó. Hát ez is talán kisebb. Oké. Így azt hiszem jó. Ez sem árt. Kicsit nagyobb, de... Hát ez is maradjon ez. Nyomtassuk ki! Ja nem, vissza. Meg kell nézni a kasznit, hogy miből van. Late. Megerősített műanyag. Ez meg aeroplasztik. Hát így az a baj. Legyen minden aeroplasztik. Túl nehéz a cucc, akkor se fog felemelkedni. Minden aeroplasztik lesz, kész. Jó, szerintem minden az. Na nézzük. Kicsi a motor, szerintem. Nincs akkor a teljesítmény ennek a szutyoknak, hogy fölköpje. Aha. Így, vissza. Ja, ezt töröljük, igen. Ezt a motor, legyen valami. Oké, hát te oda teszed magad, ugye? Leír ez a földre. Lehet. Hát nézzük meg. Én nyomtatva majd kiderül. Pont egy kicsit fölötte van, nagyon jó. Ja, most ez nincs bekötve. A motor.
No, álljunk be. Igen, a propeller az egy kicsit nem stimmel. Elég lesz a közepes is. Közepes propeller, rendel. Jó. Na most. De már ez is leér. Nála. Jó, a konstrukcióval itt van a baj. Nem. Lehet ezt fogni. Hogy... Én ezt a plétet szeretném megfogni, amire ez a szar épült, és lejjebb húzni. Van erre lehetőség, uraim? Látszik az a baj, a szaros motortól. Nem akarom törölni a motort, mert akkor köthetem be előről az egészet. Ugye ez azt, hogy tetejét emelem meg. Nem, ez nem. Ah, most végre látszik legalább ez. Le. Ez így jó lesz. Zseniális. Még lejjebb. Talán alakul, még egy kicsit. Jó. Oké, és most viszont le fogom cserélni végig is a nagyra. Anyád. Rácseréljük a nagyra. Large. Hát szálljon fel ez a kaszni. Nem? Ade. That was Joker. Ma eszembe jutott. Vajon mit tenne Joker? Biztos, mi lesz amit. Ez a szar, ez repülni fog. Hát jelenleg a sziasztok az egyelőre csak nekem szól, úgyhogy hello. Na, az a baj, hogy ez még mindig lehet van. Nézzük meg. Ez repül! Az a baj, hogy az egérrel is irányítok valamit. Anyád! Az egérhez nem kell volna hozzányúlni. Ó, bocsánat. Jó, kinyomtatjuk újra. Köszönöm a szankó. Ó, basszus. Visszaszállunk. Oké, dokkoljuk a magunkat és kinyomtatjuk újra. Na. Szóval. Ez a cucc, ez már repül. Hát inkább zuhan, de hogy így. Valahogy úgy érzem, hogy az aerodinamika még nem egészen megfelelő. Oké, ez az. Én irányítom. Nagyon nagy a lapátnak a mozgó. Jó, ezt itt, ezen állítunk. De egyébként úgy néz ki, mintha... Hát nem is tudom. Ezen is rájtunk egy picit. Ezen meg aztán főleg ezzel volt a baj. Túl nagy évbe tud mozogni. Ilyenkorát nem akarunk. Nem lesz volna picsába. De egyébként az a vicc, hogy alapból is valami nem stimmel. Van benne egy kis mung valahol. Pedig esküszöm, hogy szimmetrikus ez a szar. Hát lehet, hogy mégsem. Hát itt be van kapcsolva a mirror. Valahol nem stimmel. Ebben mi a szarért rángatózna, amikor elindítom. Nyilván nem egyenes a talaj. Keressünk egy olyan talajt, ami egyenes. Turbulencia? Hát ott nagyon volt turbulencia, szerintem. Mert én nem értek a repülőkhöz, én csak építem őket. Na, kérem. Amúgy már van ilyen izé, tehát így be tudunk parkolni a helyre, ahol fel akarunk szállni. De miért kapja el oldalra az egész gépet?
Kibaszott szimmetrikus az egész cucc. Mutatjuk újra. Ennél szimmetrikusabb nem lehetnék. Építsem újra. Hát. Aha, egyébként sejtem. A kerekekkel lehet a pipi. Amint lezuhant, utána sokkal kezelhetőbb. Hát, hogy a kerekeket ki kéne szedni a szórásból. És akkor viszont kanyarodni. Direkt azért tettem rá, hogy ilyen kanyarodós legyen. Hát akkor nem ez kanyarodós. Motrokat. Teszünk rá. Akkor arra kerék. Mól. Ugyanaz, mint a másik. Így, akkor így úgy kellett tenni, hogy egyenesen. Így. Aha. Ó, de fölkapja. De most már jó. Nem billent ki oldalra, láttatok. Az volt a baj, hogy a motor... Tehát azok, annak a motornak, ami az előbb volt... Van egy kis rugózása. És amelyik oldalra elrugózik, oda dőlt a gép. És lehet egyébként az a baja már a gépnek, hogy túl könnyű. Minden aeroplasztikból van rajta. De ezek a szarok lehet, hogy túl nagyok. Alapátok. Kisebb lett ez a szar? Kisebb lett, jó. Sokkal jobb a helyzet. Hát, ha már ennyi is elég volt. Jézus Krisztus! Zuhanó repüléses! Miért? Miért csendeszelem? Egy darabig nem építünk repülőt, tehát mi az kéne? Mint a feltelenne egyébként ez a lapát rendben. Alapból nem kéne felszállnia, ha nem nyomok semmit. Nem? De most nem nyomok semmit, konkrétan nem irányítom a cuccot. És még külön életet él. Jéj, elindult! Jó. De nem, most nem tud egy kerék se kanyarodni. Úgy kéne megcsinálni egyébként a kanyarodást, csak azt abban megint bele fogok keveredni. Hogy amikor nyomom az oldalrát, akkor az egyik kerekek negatívot kapnak, negatív jelet, a másiknak pozitívat, és akkor így helyben, mint egy tank tud kanyarodni. És akkor nem kell rá ez a rugózós szírszar. Valami ezzel a szerintem a szárnyal nem stimmel valami. Alapból alá kap a cucc. Lehet, hogy lejjebb kéne valahogy húzni. Vagy feljebb ezt. Tehát ki kéne húzni egyenesre. Az egésznek a koncepciója. De elindul, ezt úgy felkapja a szar. Aha, most csak egyenesek vagyunk. Ja, nem is erre kell, hanem erre. Nézzük meg ezt. Basszus! Ezt most rossz helyre raktam le, úgy érzem. Ez se lehet jobb helyre téve. Jó. Buildeljük valami jó helyre. Kerültem oda egyébként. Mindegy.
Na, most jók leszünk. Figyeljetek meg. Ó, oh, de fölkapta! Ó, oh, de... de mi az Isten? Ez nem repül, ez zuhan. Jó. Még alapból miért van ez? Miért van ez így? Megvan. De hát vissza, ezt beállítottam jól. Ennek most egy jónak kéne lenni. Visszaállt vajon? Megint ferde, na? Hát a fele tudja. Ó, de miért kapja fel ennyire? Súlypontja van szar helyen. Nem tudom, nem tudom. Na jó. Mentsük el ezt a csodát. Hát a fél név az még mindig szerintem helytálló. Nézzük meg a workshopot. Itt elvileg fönt van egy olyan gép. Úristen, mik vannak itt, Jézusom. Ti nem látjátok, de... félek, hogy megint betöltök valamit, ami... annyira kurva jól össze van rakva. Nincs olyan címke, hogy dummy. Ezek nekem túl komplexek. Ti nem látjátok, de majd mindjárt betöltünk egyet, és így... értek, hogy meglátjátok, mire gondol. Nekem egy tök szimpla... úristen, ez mi ez itt? Tök szimpla repülő kell. Plane. Plane-re nem ad ki semmit. Miért nem ad ki? Nem. Hát akkor nem. Akkor töltsünk be valamit, ami... ami fancy néz ki. Mondjuk ezt. Legyük le, mondjuk. Elmentettük, elvileg. De jó ég. Neki helyen felszállni. Az input... okay. AD... AD-D-ját így be lehet kötni külön, ezt nem is tudtam. Érdekes konstrukció. Shift... left, shift, left, control. Hol a... ja, lesz, igen. Hát ez, ezek a gombok vannak csak. Ó, itt azt mondja, part illet. Ja, hogy értem már! Jó, ezt azért nem fogom tudni megépíteni, mert még nem jutottam el odáig, hogy használhassam minden alkatrészét. De van egy pár alkatrész, ami nincs benne. Jó, akkor ezt most egyelőre... kippeljük, és visszatöltök valami saját gyártmányt. Nem kit bot. Próbáljunk valami járgányt használni, ami nem traktor, az tökéletes lesz. Load manual, helyén. Na, ez legalább működik. Kéne ezzel nyomni egy versenyt, hogy összeszedjek csillagokat.
Yeah! Csillagok, csillagok! Jöjjtek a pucihoz! Egész jól szágul ez a kis gépezet. Ez a kis gépállat. Kérdés, hogy... Basznak. Ups. Hát össze is roncsolódott a kis nózia. Mi a feladat? Elvileg át kell menni a kapukon. Akkor innen indulok. Ja, hogy ott 10 év van, visszaszámlálás. Oké. Okay. Értjük a témát. Nem, atyatyá, hogy. Get ready. Okay. 3, 2, 1, go. És itt a gyorsulás az lehetne jobb is, de... Köszönjük. Na, így nyomom ezt a versenyt. Aztán utána... Anyádért, basszus! Jó, meg lesz még. És nem kell. Kell nagyon jó időt mennem, ugye? De valami nagyobb járgány kéne, ami bírja a talajt, mert ez nem annyira bírja a talajt. Én egy kis hepe, aztán megyek is a hupára. Ne dobd meg! Nagyobb súlyt kell neki adni. Már így is fémből van, azt hiszem. Egy váltó se ártana. Nem tudom, hogy ebben van egyáltalán váltó. Firma hangolni lehet az engine, de... Szerintem ez jó, ez sivítsen, így, ahogy kell. De ne porulj már fel a... Rossz sebessen belőle. Miért elkaskodott fel ennyire? Nem hátsó kerék meg, hogy tenni. Remélem, ha teljesítem a... De miért kurulsz oldalra, te? Néha annyira inkonzisztens az irányítása. Megyek egyenesen, aztán itt csak jön egy valami, és így elmegy oldalra. Valamit nem látni, hogy mi az. Tényleg, most nem nyomtam a kanyart, ez a vicc. Nem kanyarodtam. Jó. Ne! Ne! Szerintem, hogyha... Jó, nem kell elkezdeni újra. Erőnk! Jó, hát nem tudom, ez a váltó dolog, ez majd utána nézzünk. Igen, ezt még múltkor építettem. Próbálok ezzel megoldani mindent, ami autó. Az a baj, hogy szerintem a súlypontja az nem jó helyen van. Lehet erre is kéne csinálni súlyokat. Mert jön egy kanyar, az úgy kisodródik a picsába, mintha ott se lett volna. Elég nagy verseny egyébként, csak mondom. Valami kis szar. Hát ezt kontrollert kéne használni. Jézusért, mész oldalra. A következő az lesz egyébként szerintem, hogy betöltünk egy új pályát, aztán megnézzük, hogy ott tudunk-e építeni valamit. Az a baj, hogy ez egy nagy nyílt terep, ahol lehet szerezni csillagot. Sokat. Szám szerint 30-at. Most a csillagokból kapok elvileg új alkatrészeket. Jééééé! Kaptam bármit is. Szarcsak, király. Jó, akkor hagyjuk ezt most.
Ugrassunk egyet, mit szóltak. Ezt a cuccat... Ó, nem ide akartam jönni. Hol vagyok? Valahol kell lenni egy ugratónak, úgy rémlik a dolog. Aha, ja itt a... Aha, értem. Ó, az egy csillag. Hát ez... Több se kell nekem, mint... Oda guruljak, aztán magamévá tegyem. Na, itt tessék, most kaptam egy új alkatrészt. Jó, nézzük meg ezt a versenyt is. Az, hogy ez a rész viszont időre megy. Nem tudom felvenni, miért ez a ketyegés abba hagyja. Bazd meg! Elvétettem! Akkor kezdhetem előről. Erről van szó, szavasz nózi. Na jó. Úgy kell elkezdeni, hogy... Kezdetnek felborulsz. Ez az eleje. A nélkül el se kezd. Kell ebből. És itt a végső kanyar, és megvan. Zsír. Keressünk még csillagokat. Mi fánterem ez a játék? Te még nem láttad ezt, Nózi? Az a lényeg, hogy ezt az autót például én építettem. És ebbe építeni kell igazából, ez a játék lényege. És ha már megépítetted, akkor mindenféle feladatokat megoldani az építményeiddel. Tehát, most ez az autó, ez tök jó. De most betöltök egy másikat. Boc. Itt becsináltam ilyen... nagyot. Akkor a kerekekkel, mint... mint idalatháza. Ugye faszolom. Lehet, hogy kicsit mondjuk meg kéne egy szélesítenem, mert most úgy néz ki, mint egy... Hát nem is tudom, mint egy hajvasaló. Kurva egy kerekekkel. Ez a végsebessége sajnos. Kicsit megalomán. Hát ezek az extra nagy kerekek. Mert ilyet is tud a játék. Meg a rakétákat is én tettem ám rá. Ha, merre kéne menni? Szerintem ezt nem fogom tudni megcsinálni ezzel. Itt egy ilyen gyorsulási, ezért oda egyenesen kell menni, gondolom. Aha. Á, de simán meg lesz még egyszer is. Nem, aztán nem lesz. Na jó, visszatöltöm a másikat. Szerintem azzal viszont meg lesz. Sőt, nem, visszatöltök egy olyan másikat, ami vannak rajta rakéták is. Majd csak figyelj. Na. Megint olyan furán viselkedik a kanyarodás. Áh, de miért? Jó. Mégis csak gyorsulási verseny, igaza van a játéknak. Akkor gyorsuljunk. De nem akarom. Nem. Várjál már, de én nem akarok versenyezni. Ezt csak véletlenül csináltam. Csába. Most meg muszáj ezt lenyomnom. Fura a kanyar. Néha nem működik, aztán egyszer csak megugrik. Tökre radiódok. Tessék, most a kanyarodik, aztán egyszer csak így fogja magát. Miért ilyen lassú? Nyomjad neki a ember? Lehet, hogy azért, mert nincs a kis gömbnek lába, mivel nyomja a gázpedált. Nem az aerodinamikával van baj, szerintem a motorokat állítottam be szarul.
Szerencsére itt nem kell nagy teljesítmény. De mellett... Állítsunk a motrok teljesítményen. Szerintem ez a... Hát de ez a vicc, hogy 100-on van. Hogy ez most hogy? Maximum speed. Aha. Hogy az Isten működik? Ez a power. Valami törölve lesz belőle, mire én mindig rákötöttem. Meg szerintem az van, hogy ez csak a... Ez csak az első kerék, kell a másik is hátsó. Akkor 4 kerékben nyomjuk. Lehet, hogy akkor valószínűleg azért ugrott meg ez a szar. Na majd ez a... Majd akkor vissza. Ja várjál, hoppá, és nem is egyformák a motrok. Ez a hátsó kerék, akkor jó. Első, az nincs kirak. Az is az első. Ja, várjál, ez minden, az összes kerék ez. Akkor miért mind külön? Itt külön van. Ha rámegyek erre, akkor ez. Ha rámegyek erre, akkor szintén ez. Akkor 4 kerék meghajtású mégis. Szevasz, rossz. Jó, most elvileg finom hangoltak valamit ezen a szaron. Na. Ugye gyorsabban megy. Jézus! Csak megállni még nem sikerült vele. A horgonyt kell rátenni, amit kidob a végén. Get ready. Olyan get ready lesz, mint a retek. Ennyi? Basszus kuncs! Hát még így is beérek. Látjátok, a száján voltak súlyok. De tök egyenesen megyek, miért húz oldalra? Szimmetrikus, mint a retek. Inkább gyógyorsul. Tessék, megint jobbra húz. Vagy balra? Balra, mindegy. A lényeg az, hogy nem megy egyenesen. Jó, most már érte egy kis ütődés, lehet, hogy ez eldeformálta a kasznit. Gyerünk! De mi a fasz? Mentem, mint a gép. Upszi. Itt nekifutásból kell menni, nincs mese. Tehát valahonnan innen rágyorsulok. Vagy még mindig finom hangolok rajta egy kicsit. Még az is lehet, hogy az is. Ez a power dolog, ez még nem egészen van beízítva. Tehát ezt... Na, vegyük 50-re. Akkor azon balanszos, azt mondja. Ezt viszont nem vágom, micsoda. Jó, az balanszos lesz az is. Baszki! Mi a faszom? Tök egyenesen mentem. És a vicces az, hogy az a járgány, ez szimmetrikus elvileg. Mondjuk most, hogy összetettem, már nem az. Az a, hogy ennyire embertelen sebességnél már nem nehéz korrigálni. De már ott voltam, te szerencsétlen. Pedig ez a leggyorsabb járgányom. Lehet, le kéne venni róla a súlyokat. Oké, vegyük le róla. Várjátok, ez így nem lesz jó. Gyorsabb? Valahogy most meg túlzás.
túlzásnak érzem a dolgokat. Nagy a gyorsulás. Jó, ezt az erőt is lehet, hogy lejjebb kéne szedni. Egy. Nézzük meg, mit csinál. Szállj, repülj! Tiéd a csillagoság! Istenem. Igen, de... Már lehet, hogy akkor a kormány... Kormányon kéne állítani? Azt mondja, steering. Túl nagy a szög. Ugye 30 fokba. Vagy 25? Nézzük meg. Na most mi van? Oké. Okay. Ah, ez kicsi. Jó lesz az a 30. És meg olyan kicsi, megint. Új konstrukciót kéne csinálni. Kicsit szélesebb alvázzal. Az meg mindig balra húz. De miért húzol balra, baszod? Srácok, sose fogok autót tervezni. Érek, a sírás kerülget, de ezt be kell látnom, hogy... Ez a szakma nem nekem való. De túl könnyű a cucc. Kicsit a kasznyot. De ez amúgy is fémből van, legalábbis a tetején mindenképp. Jó, ez itt műanyag. Lehet, hogy ez a baj. Ilyen heavy cucc, azaz. Erős lesz, mint a tököm. Mondjuk az a baj. Ezt mindegyiket megcsinálta vajon? Nem, mert ez is műanyag. És műanyag tartja össze az egész szart. Várjál, ezt... Aha, most kijelöltem az egészet. És ha ezt megnyomom... Elvileg most minden annyira nehéz lett, mint a retek. Jobbra húz. Eszem faszom meg el. Hát ezeket a rakétákat nem kéne felejteni. Yeah! Reprint. Elvileg azon is lehet állítani amúgy. Eddig meg túl kicsi. Az 50 az olyan... Na, mutassuk ki. Tessék. Most meg alig kormányozom, és egyszer is így is megborul, hogyha húzom oldalra. De már ez egy kicsit ferdén. Lehet erre a gyorsulási cuccra majd másik autót kéne nyomtatnom. Terveznem. Ez a kis általános járgány nem erre való, hogy gyorsuljon az ember. Főleg, ha még mellé is megyek. Big fans, book fans. Biztos, hogy megindul. Nagyon hátul van a súlypontja. Kész. Kiment pihenni.
Egyébként ezt meg lehet ezzel a járgánnyal csinálni, csak lendület kell neki. Most jó hátulról indulunk, beállítjuk egyenesbe. És pikpak meg lesz. Ez meg lesz pikpak. Na. Gyerekek, nem már. Jó, ezt mentsük el. Megnézzek egy másik, ez melyik volt? Rakit. Szép. Nézzük meg egy ilyen. És vannak, ja, ezt úgy csináltam, hogy ez fölfele repüljön. Na, nézzünk egy nem traktort, hát ez is elég gyors lesz. Az nagyon lassan gyorsul be. Bármint a kevésbé rángatna, pedig csak annyit csináltam, hogy rakétákat tettem rá. Ez sokkal kezelhetőbb, anyád. Ez a farsz meg kirakta oda. Na. Még egyszer megpróbáljuk, aztán ha nem megy, akkor ezt most egy ideig hiegeljük. Ezt a feladatot. Újra nyomtatjuk, nekifutunk. Jó, hagyjuk ezt. Nézzük meg most a... Main menu. Play. Challenges. Következő feladat. Ó, ez jó lesz. Ez nagyon... Ez... Imádom. Ma most imádom ezt a feladatot. Ez annyira jó. Építünk targoncát. És kaptam pisztont. Király. Itt talán pisztonnal kell megcsinálni. This is fun and satisfying work for any AI. Bizony. Tökre fun lesz. Szóval, csinálni kell egy ilyen targoncenes bízbaszt. Mondjuk az a vicces, hogy itt elvileg... Bots, start new bot. Mivel induljunk ki? Legyen sima boxunk. Semmi extrás. Mert tegyünk rá kerekeket. Ilyen vastag ez. Tudunk egy újat inkább. Úgyis valami hasonlót akarok csinálni, akkor legyen ez. Teszünk rá kerekeket. Hogy guruljon. Ez sose ért. Legyen pici mindegyik. Ide, ide. Ilyen közepes kerekek. Ez jó néz ki. És a csodálatos játéknak hála, ez az autó már tudja ezt. Ez basic. Basic, mint a rohadt élet. Ezeket a dobozokat kéne bejuttatni oda. És kaptam olyat, hogy piszton. Fogalmam sincs, hogy működik. Nézzük meg. Ezért vagyunk itt. Nagyon ez a piszton. Ezt mikor kaptam? A piszton elvileg azt csinálja, hogy kinyúlik. Most azt rákötöm valamire. Ja, hogy itt van. Ja, az F-re rá is van kötve alapból. Ó, nézzük meg. Szóval elindítom a cuccot. És ezzel kell nekem egy ilyen targoncás mechanikát összerakni. Most egyszerű lesz, mint a... Egyszerű lesz, mint a bot. Legyen már valami olyan anyagból, ami ez. Nem. A cél! Mert az a cél, hogy... Na mindegy. Itt szerintem ezt kijjebb nyújtom egy 5 centit.
Akkor jöhet lefele. Kijebb. Ah, de miért nem nyílik a másik irányba is? Menjed. Ki van kapcsolva a mirror? Hogy? Most be van. Túl széles. Cool. Lehet, hogy nem lesz elég. Nem tudom. Meglátjuk. Az ilyen targonzás lett, nem? Endspace tetszik. Másik se tűnik rossznak. Én behúztam mind a kettőt, aztán meg volt. És eltűnt. Na jó. Nézzük meg, hogy működik ez a targonzás dolog. Hát ez nagyon fasza. Tök modern meg minden. Na, az a kérdés, hogy... Ja! Hát ez kevés lesz szerintem, rövid. Aha. Hát ez nagyon nulli. A szándék ott van benne, de valahogy nem igazán megy neki a dolog. Tudjátok, van az a mondás, hogy... Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni. Látjátok, hogy nem. Ez a mondás egy hülyeség. Ezen viszont, hogy most hátra kéne valami súlyt tenni, mert most így előre húzza az egész képezet. Szóval ide csinálok egy ilyen platót. Ide hátra. Hú, tök jó lesz. Nem tudom, mire körültem meg ennyire. Egyelőre lesúlyozom. És ezt kinyújtom egy kicsit. Ilyen izés lesz. Kéretes. Ez alját is kéne. Várj, akkor hiszen nem így kéne. Akkor ezt fogjuk és nyújtsuk ki. Így. Tetejét is. Fog kinézni, mint egy targonca. Ó. Oh. Hát nem tudom, így néz ki egy targonca, de hát most így fog kinézni. Na! Szóval... Szuper. Fú, nagyon high-tech, mintha Elon Musk tervezte volna. Sőt, Elon Musk ehhez képest egy Niemand, amilyen ez lett. Ezt már látjuk, hogy sokkal jobban ki kell nyújtani ezt a dolgot. Sőt, ezt a pisztant is szerintem. Kell nyújtani. Na. No. Ó, ezt nevezem munkagépnek, gyerekek. Lehet, hogy két piszton kéne rá, mert ez így. Meg a programozást ezt egy kicsit átírjuk. Input, nem kell nekünk egy... Széttogó. Egyenek. Na. Ping. Ping. Tökéletes. Mondjuk szerintem túl magasra fogja rakni, de... Hey. Tarará, tarará. Gyerekek, hova kell vinni az állítmányt? Szerintem ez a... Kicsit eltúloztam ezt a pisztont. De mi 8 dobozba kell tenni? Hiszem kevés. Úristen, mennyire király volt. Gyerekek? Tapsot kérek. Ne csak tárcsátok a kezeteket.
fantasztikus volt egyszerűen. Viszont még kicsit lejjebb összük. Jól lesz, ekkora. Azt nézem, hogy viszont... Nem, szerintem még ez is jó lesz. Itt is jók vagyunk. Oh, hello baby! De letűr! Letűr! Az anyádat! Oké, okay. Oké. Okay. Majdnem ledőlt. Túl keskeny ez a fos. nem lesz jó. Jó, ezt töröljük. Úgy. És húzzuk ki újra, az biztos. Nyilván ilyenre kell, nem. Nem. Ezt fogd már meg ezt itt, és így... Csűrd meg... Csak ezt! Hülye. Kávére működnie kéne. Ezt a részt! Így, na végre, köszönöm. Legyen már benne egy kis, ne csak ilyen szögletes szar, legyen egy kicsit egy végére. Nagyon jó. Ennek szélesebbnek kéne lennie? Itt rászélesítünk. Csak ennyivel lehet szélesíteni, felével nem. Hozzuk meg. Szerintem ez most jobban el fogja kapni. A dolgot. Aha. Baszd meg! Ó, nem már! Most figyeltem őket egyenként. Mindig nem elég széles. But why? Vagy stabilabban kéne két pisztonnal. Az a baj, ezt elkúrtam. Őket egyenként vihetném be. És ha betolom őket így... Meg kéne mondani, hogy raklapon kell bevinni. Így betolom, hogy van. Oh, hello, működik a rendszer, kérem. Oké. Okay. De nem akarok ki... Lehet, most szállít össze. Köszöntöm erőről. Nem baj, nem estek le a dobozok? Szóval! Nézd meg két pisztolynal. Én azt mondom. Nem egész így képzeltem a dolgot. Vissza. Le kéne bontanom ezt az egészet? Hát ez mi a faszom? Jó, vissza. Az a baj, újra kéne építenem szerintem az egészet, hogyha... Két pisztonnal akarom megcsinálni. Jó lesz ez az egy pisztonos. Vagy megcsinálom hárommal. Az az igazi, nem? Kész. Mondjuk ezek nem tudom mekkorára fognak megnőni. Mekkora? 50 centis. 50 centi. Ez mivel szimmetrikus azért. Kinyújtam ide. Nem pont így. Egyre. Minden nagy, ha erre nőnél így ide. Na, majdnem olyan, mintha valami gépezet lenne, nem? Villát? Mondjuk a villába tudnék vinni tényleg egy kicsit így. Belfele. Csak így nem picit fölfele, hiszem. Így van, ez majd nem tudom rendesen
Nem, ez nem kell. Nézzük meg, hogy most jó-e. Kipróbáljuk egyből a hátsóval ott. Az volt a problémás. Rajta. Éj, öreg, te miért alszol? Aha. Jó. Hát nyilván nem jó. De miért nem... Ezt nem értem, hogy miért nem ér hozzá. Ja, van egy ilyen túl. Nem a bent túl. Jó. Kell ez nyomni? Ah, ez az. Command Delete Advanced. Mert Unique nem. Az sem. Valahogy hozzá lehet ragasztani. Ez külön mechanika kell. Hát ez a baj, ez nem jó. Hogyha hozzárakom maradék pisztolokat, akkor jók. Várjál? Nem. Kivesszük a középsőt. Mi fog történni? Ó, baszeg. Mi a fasz? Fizikai képtelenségek történnek itt, kérem. Hozzá lett attacsolva, de vagy megfordult. Nem tudsz hozzárakni. Van valami túl, amivel lehet egyébként? Hát, messze van az a jó lesztől. Ezt az egészet újra kéne itt csinálni. És kedvem. Na, Ctrl-C. Ctrl-C. Ilyen. Örölni tudom. Sajnos. Copy az nincs. Klón az van. Hát... Töröljük le. Nem jó. Ugyat kéne így építenem. Valahogy hozzá lehet ragasztani pedig csak. Vágenzi, hogy hogyan? Tudnék új kitet csinálni, amit nem fogok. Na jó, nézzük meg, lehet, hogy elég egyébként csak a pisztont kipakolni, és akkor jók vagyunk. Hol van az F? Megnézzük. Jó, hozzáér most. Hát egyébként nem, csak szolidaritásból megy vele. Ami azért marha vicces. Így viszont nagyon nehéz az elé. Jó, akkor pisztolyokat kitöröljük, mégse kell. Egyébként teszteltük már. Okay. Olyan kell, hogy ez végig menjen. Az a baj, hogy az eleje az még mindig nagyon. Sokkal nagyobbnak kéne lennie. Le fog róla dőlni. Az eleje még mindig nagyon nehéz a hátulja az képest. Főleg, hogyha lesz súly is. Kicsit megnöveljük. Csinálunk rá ide még nagyobb bizbaszt. Elvileg fémből van, úgyhogy jó nehéz. Akkor fogjuk még ezt kijebb, húzom egy... Hát így rendesen.
nagyon instabilan lifeg. Lehet, hogy a kerekekkel egyébként lehetne javítani a helyzetem. Meg szerintem a piszton is túl gyorsan megy fel. Egy lassabb pisztonnal. Ha. Speeden kéne változtatni, biztos lehet. Program. Mondja, hogy extend. Speed. Legyen 4-es, ez most így jó, jónak tűnik. Oh! Nem pont erre számítottam. Másik irányba kell akkor. Igen, igen, akkor viszont 0,3. Viszont az erő az jó, az maradhat. Szerintem az... Nem egészen értem, hogy ez... Ha? És ha ezen is változtatunk... Oké. Okay. Jó. Mi volt? Ezen egy volt a... Okay. Kéne egyébként valami... Tudom az, hogy működhet. Az hogy alul nincs kitámasztva a dolog. Hát mindegy, nézzük meg. Nézzük meg. Most ez talán jó lesz. Valamire. Na? Mi a faszért rakodsz be? Hova rakadtál be? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Addig jó. Ebélegi a doboz? Miért nem kanyarodik? Jó fasz. Jó, kanyarodik az, csak nagyon... Igazából nem kell szépen lerakni, elég berongyolni, mint a... Hello. Jó, nézd már! Ez meg is van. Várj, ezt egy raklappal meg lehet csinálni. De jó vagyok. Másik csillag az, hogy a vízbe kell dobálni dobozokat. Hát azon nem olyan. Ezt az egész raklapot így, hogy van. Oké. Okay. Se nincs benszúgok a vízbe, az plusz pont. Jó, visszük azt a dobozt is. De a targonca is leeshet. Ennyi. 16. Kell. Várjál, akkor ez ott van még. Viszont annál nehéz kihúzni. Ah, trükkös, trükkös. Senki nem mondta, targonca nem esett le. Az a kérdés, hogy... Jó, ezt a nyugdíjas tempót egy kicsit ez...
Linguljuk már följebb. Ez így bőven jó. A kérdés, hogy... tudom ezt úgy venni, hogy ezzel a... nem. Nem rossz az ötlet. Ho-ho-ho, hello baby! Így kijött, mint a szar. De mi ez az izé? Lesz velem te is. Oh, te billeg! Ó, oh, a rohadt anyád! Tudod mit? Most egy kicsit. Megoldjuk, megoldjuk. Teljesen mindegy, hogy hogy van a vízben a doboz, nem? Már csak három kell, az pedig itt van. Besöprögetjük simán. Még a targoncám sem lesz vizes. Egyébként tökéletesíteni fogom ezt a gépezetet. Tudom, tudom, már így is elég tökéletes, és beestünk. Mindegy. Ezt lehet. És már csak egyet kell belökni a vízbe. Oké. Okay. Jó. Itt a csillag. Jó, még ezt kell szednem, azt a csillagot. Ami itt a domb mögött van. Anyád. Tehát ott van egy. Még el kell menni. Nem tudom, itt föl lehet csapatni. Behúzzuk a targoncát, hogy ne hagyjon el semmiben. Oké, okay. Szerintem ez itt föl tud menni. Bimba, liba. Már csak oda csorgunk. Nem látok semmi, ez az. Az mi az? Kaptam valamit. Mi? Olyan kicsik a kerekek, hogy beszorultam a sínekre. Jó, építsük át a kerekeket akkor. Nem lehet, hogy ilyen elakadós cucc lesz. Mi már csak legyenek nagyok. Na, hát mindjárt munkagépőbb jellege van, nem? Ha létezik ilyen szó. Sokkal munkagépebb. Ez lesz a reklámban, amikor árulni fogom. Amúgy kellene... kellének fények, de az nincs. Miért nincs? Mondja, hogy mi? Mi? Tools. Ja, hogy ilyen lehetett volna. Kinek kell ez, mikor tudsz építeni magadnak egyet? Itt ez valami lámpa, nem? Ez mi? Piston, drill, nem. Ja, ez ilyen ütköző. Hát ez nem kell rá. Mi sokkal jobbat építettem, mint ami alapból van. Jó, mentsük el ezt a csodát, én azt mondom. Azt mondja, hogy szévez. ...2020X. Nagy X-el. Fantasztikus lett. Jó, a feladat megoldva, úgyhogy igazából... mehetünk a mély menüre.
És megoldhatjuk a következő feladatot. Yes, look both ways. You will not be the only one carrying boxes around here. Trains always run on time, but occasionally they do forget to transmit schedule updates. Look both ways before crossing. Értem. Ez nem probléma egyébként. Most figyelni kell, hogy jön. Hát na és akkor mi van? Hogy innen kell indulni. Úristen, meg fogunk halni! Jó, szerintem ilyen sebessége nyomja akkor. Nem lesz gond. Kéne állni egyenesből. Úgy. Ez az. Oké, ezt megvárjuk, hogy elmenjen. Nem, nem várjuk meg. Veszélyesen élünk. Meghalunk! Mind meghalunk! Ó, bazd meg! Leesett egy csomó doboz. Túl gyorsan. Túl gyorsan gyorsul. Ajaj. Szerintem... ez van a poweren egy kicsit. Nem kell egy gyorsan gyorsulnod, Bélem. Hol ennek a fele is. Nézzük meg. Még jobban belassítjuk. Ezt is visszavesszük kicsit. Lesz mint egy csiga. Nem a gyorsulását, ezt... na, várjunk. Visszatehetjük igazából. Fölgyorsulhat. Csak ne legyen a végsebessége túl gyors. Ez még mindig túl gyors. Na várjatok! Én ezeket a cuccokat szerintem totál rosszul értelmezem. Marad 50-en. A speed power lesz az, az amelyet levesszük. Érted, speed power, hát most itt olyan miért. Esik és megint megáll. Thank you.
Oké. Okay. Jó. Úgy tarthatná ezeket a dobozokat valamilyen stabilabban is. Áááá, ne esd le! Szerencséd. Karangyulunk ide. Amúgy az előbb nem csináltam, megcsináltam a pályát rendesen, mert be kell állni abba a szarba. Targoncás tanfolyam, hát valami ilyesmi. És ez a kettség simán föl kell vennem. Aha. Nem tudok kijönni! Nem tudok kijönni! És figyelj le valat! Gyerünk! Gyerünk! Menekülj! Köszi öreg! Köszi! Istenem! Ez kurva jó. Igazából sehol nem mondja a játék, hogy túl kell élnem a műveleteket, úgyhogy... Porba fingó. Na. Te már. Vágulj már be. Szágulás. Na, most ki tudok jönni a sínekről vajon? Innen középen ki lehet. A szava tűnt. Látjátok? Most már csak fel kell venni a csillagokat. Várj, áááá! Gyere ide csillag! Jó. Azok a dobozok már nem érdekelnek. Belakad a kukába, eszméletlen. Köszönöm, ne menjek el targoncásnak. Ezt mit csinál? Hammer. Van kalapácsom? Mit lehet csinálni? Kamuház, nézd már! Ki lehet menni? Krúzolni? De jó. Látjátok, ez nem csak targonca, de versenyautó is egy ilyen. És a rakétákat kéne rátenni. Ott van valami. Akkor lesz majd királyság. Elvileg fognak bele csinálni, hogy hajót is tudsz építeni. Legalábbis én úgy tudom, hogy lesz benne ilyen támogatás, hogy majd lehet. Az lesz a fasza. Most tenger alatt járó, ez még jobb lenne. Olyan... Szágulj, szágulj, átérsz! Mennyi izgalom. Gyerekek. Jó, az előző is meg lett szerencsére. Akkor nem álltam be a végén, csak kiléptem. De így is megadta. Csináljuk meg ezt a kettőt, aztán... Aztán már annyi volt.
When space is limited, humans will use advanced This can be a problem for but pistons can extend the reach of any vertically challenged mechanism. Na, ez érdekes lesz. Most úgy kell a pisztont üzemeltetni, hogy azokat különböző magasságban lévő dolgokat le lehessen szedni. Fasza. Akkor elvileg lehet rá programot írni, gondolom. Most, hogy úgy működik, benyom a pisztont, akkor felmegy. Mondjuk eddig. Ami nincs túl magasan. De lássuk be. Ez például már kevés lesz. Akkor anyád. Kezdjük azzal, hogy megnöveljük. 9-re. Nem, még egy kicsit kell. 90, ó nem, nem ez is jó. Ha? Innen kell még följebb emelni. Na, ezt ott csináljuk meg. Azt mondja, hogy P. Szóval, az F-fel felemeljük erről a magasságra. Arrébb pakolom. És akkor mondjuk legyen az... melyik gomb? Ut. Errel. R lesz az. R lesz a nyerő. Azzal... lehet több extendert kihúzni? Ez hogy működik? Ez már kint van. Levíthat hozzá? Fingom nincs, hogy ez így mit csinál. Megnézzük. Szóval F. Felviszi 100-ra. R. Visszahozza. Nem így működik a dolog, ahogy én gondoltam. Negatívba se jó. Egyes, meg nullás. Na ezt hogy a picsába lehet megcsinálni? Olyat lehet csinálni, hogy stoppolja? Hearts, piston... Ez mi a tököm? Ezt levesszük. Mit csinál, ha ezt bekötöm ide? Várja, ez... Tudom, mit kéne csinálni, csak nem tudom, milyen eszközeim vannak. Igen, azt látom, hogy ott írja a tábla, hogy milyen magas, de... A probléma abban gyökeredzik, hogy nem tudom, hogy... Switch... Box... Min... Mik ezek? Switch, nézzük meg az, hogy működik. Milyen több állású dolgot lehet rákötni. Ezekhez mondjuk ja nem lenne rossz egy tutoriál. If input is null, send input
Input B, ez 0 cent, input A2. Output A. Te csak hozzá szeretnék adni dolgokat. Nem, ezt fingom nincs, hogy lehet megcsinálni. Oh. Ez a tudományos számológép. Oké. Okay. Szerintem ez talán ez lenne a logikus. Szóval ezt megcsináljuk. Az erre nem csinál semmit. Szóval mind a kettőre működik. Ennyi, ennyit értem el. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm semmit. Hát, delay-t még lehetne rátenni, mert az talán még működik. Jesus Christ, abszolút. Negáli, negálós. Split. Az van, hogy ez az extend, ez hogy? Jézus, most valamit elvasztom. Működik még? Nem működik, akkor nem basztam el semmi. Nem lehet semmit állítani. Toggle-ra nem lehet állítani. Hogy ne... Vagy ha itt kettő jön át, akkor itt szorozza meg a... valamit. Tényleg a szor. Multipli. De nem az se lesz jó. Szóval itt nem tudom, hogy mi a... Még ez se lesz jó szerintem. Ez át sem megy. Mert ez szorzás. És ez nem úgy működik, ahogy én szeretném. Pedig egy tök egyszerű műveletet szeretnék csinálni. Fuck. Fuck, amit lehet csinálni. Noise. Vannak itt érdekes függvények. Vagy dobozok, mondjuk úgy. Kerekít. Ja, meglátjuk, valamelyik űrhajósat ki kéne próbálni. De azok single playerek, nem? Még nekem holnap jön meg elvileg az izé.
Ott kormány. Én azzal akarom már csak ezeket kipróbálni. Lesz meg gyorsan aztán. Zoom. Kettőt összeadjuk. De az a baj, hogy ide egy... Érkezik egy egyes. Nem tudom, mit lehet csinálni. Itt van, de minek? A zoom is lehet jó. De nem, a zoom is egy fos. Innen kijönnek egyesek. Mínusz egy és egy között mozog. Én nem tudom. Mondom, hogy ezek nem ilyen matematikai kifejezések, hanem itt, hogy a picsában működik. Na, majd Tibit megkérdezem, mert ő most nagyon belásta magát ebbe a játékba. Koszinusz, színusz, tangens, kotangens, minden számol az. Ja, én mondjuk azért vettem azokat az űrhajós játékokat, mert... Jónak tűnnek, és van bennük VR támogatás. Meg kontroll, hogy a joystickot is támogatják. És az egyik az elvileg ilyen roguelike jellegű. Bár az lehet, hogy nem is ezek közt van, hanem azt régebben vettem meg, csak nem próbáltam. De mintha a Dying... Az a Dying Sun-os az... House of the Dying Sun, az... Az lenne ez a roguelike mechanikás. Nem lehet azt csinálni, hogy megmondani neki, hogy ez az oda. Mi ez? Ez a sebesség. Aha. Lehet nagyobb is. Az a baj, hogy mind a két gombra csak kinyújtja. Szevasz. Sőt, vissza se húzza. Ja, bocs. Ja, igen. Ó, mondjuk ez így... Most valamit teljesen elbasztam. Valamit csinál. Nem azt, amit én szeretném, de... Ó, várjál csak. Lehet, hogy ez egyszerűbb, mint gondoltam. Ó, Béle. Ó, Béla. Pozitív, off. Nem is kell ide. Miért nem azzal visszamegy? Á, nem jó! Egyszerűen nem tudnám, mit csinálok. Év. Próbálj ki ezt. Lehet, hogy ez azt csinálja, hogy megállítja. Tehát. Nem, visszaugrik. Visszaugrik. Túl gyors is. Miért ilyen gyors? Állítottam a... Biztosan. Oké, programozzuk vissza. Az küldje a nullát?
Így változik valami szerintetek? Nem, a toggle-be valamit állítani kell. Valahol itt. Vagy két toggle kéne? De nem. Annak sincs értelme. Az, hogy a pisztont csak állítani lehet. Megállítani nem lehet. Nincs ilyen. Delay-t lehet rátenni. Az nem a pisztonra. Jó, hát lehet, hogy én is lelépek hamarosan. Ez most itt marad, ez a feladat megoldatlanul, ennek lehet, hogy rá kell googlizni, hogy milyen eszközök vannak itt ebben a játékban. Azt szeretném megállítani a pisztont. Vagy ilyen darabosan beállítani, hogy meddig nyúljon, mikor. De ilyeneket nem lehet benne. Nem feladom, csak rápihenek. Mint a repülést. Stresszeleg? De hogy stresszeleg? Egy csomó feladatot megoldottam. Ez mit csinál? Legalább valami... Jó, mondjuk van ilyen debuggolós izé, ez mit tud? Kerekítés. Az a baj, hogy ez... Semmelyik nem úgy működik. Én ezt... Reméltem. Ó, de hülye vagyok! Tök egyszerű a megoldás. Két piszton kell. Ha nem nyújthatok egyet úgy, ahogy akarok, akkor... Mi kell? Ezt a pisztont. Alá kell tenni egy másikat. Oldódik a helyzet. Ó, nyert. Van a piszton bakker. Viszont mit csinálnak ezek? Ez elég ótvar megoldás, de... Jobb ötletem nincs. Togöl. Tudom ide. Szóval. Az egyik megdömül az egyiket, másik a másikat. Viszont ugyanúgy be kéne állítani ezt a emelkedés dolgot. Túl gyors az egyik. Melyik az egyik? Hmm. A felső a jó. Ezt megnöveljük 50-re. 25. Nem tudom, várjál. De ez jó. Ennek is. Meg ennek is akkora a speedje. Akkor mi ez a hülyeség? Istenem, miért?
Ja, ennek gyorsabb a... És 75-re kell venni. És akkor jók leszünk. Kicsit ilyen izés. Jobban örültem volna, ezt meg lehet oldani programozással, de... Még lehet, még most sem kizárt egy megoldható programozással. Nem tudom, hogy hogyan. Ennek mekkora reméljük ezt a dolgot. Alapból legyen akkor mondjuk egy kicsit nagyobb. Anyád! Vissza. Ötven. Nagyon lehuppan a eleje. Igen, az alsói legyen 55. Mennyi volt várja? Ja nem, az 20, 20-ra lett beállítva? Nem, hát... Akkor 35 elnézést. Mi a picsa? Fölsőt emeljük. Ez meg lehet kisebb is akár. És akkor a fölsőt nyújtjuk ki először. Oké. Okay. Most az alsót. Jó, nem jó! Ups. Remélem, hogy ezt megtartottam. This can be a problem for smaller robots, but pistons can extend the reach of any vertically challenged mechanism. Kinyújtjuk a felsőt. Aztán kinyújtjuk a... A nem felső... Oké, anyád. Oké. Jó, most kinyújtjuk a... ...ikat. Hát, megemelte! Vegyük vissza. Én nézzük meg kicsit. Emeli. Nem maradj ott. Oké. Okay. Mit kell csinálni ezzel? Ej, de nagyon billeg, baszki. És ha most egy kicsit leengedném? Mondjuk az alsót egy kicsit lejjebb engedjük. Most már a felsőt is lehet. Na egy a bíbi most nem tudom lerakni. Pacz. Leesett. Jaj. Na. Berongyulunk a... Berongyulunk így a... konténerbe. Ezzel most van elég doboz. Ops, nincs elég doboz. Jó. Na, itt a megoldás az lesz, kérem.
ha már két piston van. Lejjebb kell vinni. Can extend the reach of any vertically challenged mechanism. Hagytam én. Ezt. Ezt. Ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Lejjebb húzgom. Anyád, baromás. Enne már. Mint egyszerre kijelölni az egész. Hó bele francot. Egyenként lehúzom, azt tetszeni fog neki. Nézzük meg. Egyik. Jó. Opszi. Mi jutott eszembe? Ilyen ölelős azért arroganciát kell csinálni. Ide is tenni ilyen izéket. A dolgokat. Mindig nincs elég jelent. Na lejjebb húzom még. Na. Most akkor be kell állítani megint a magasságokat. Igen, sokkal magasabbra kellett volnia. Nézzük meg az anyád. Nézzük meg az anyád. Nézd meg az alsót, ezt kitoljuk az égig, égig. Ó, egész magasra föl lehet. Annyira nem kell. 100%. Lehet, hogy 95 jobb lenne. Így csak lelököm. 95, az jobb lenne. Melyiknek volt az alsónak? Anyád? Az alsónak volt... Összementél, Bélem? Mi a? Mi a? Oké. Itt még. Hey. Kicsit még. A robotra. A másik oldalról. Oké, most az a, most a felsőt kell. Belementem az asztalba, de... Ne zavarjon senkit. Ugye szélesebbre kéne a kis köcsögöt csinálni, mert ez így... Elég instabilnak tűnik. Haha, micsoda szerkentjük. Oké, most ez a felső? Miért nem indul előre? De miért? Miért szorul? Valaki mesélj el. Meg is van. Tudli. És le is tette. Bingo! Yeah! A home delivery az micsoda.
Miért szorul az alsó kerék? Na jó, kicsit a kasznin állítok, mert ez így... Nem is szimmetrikus? What? Úgy meglepődtem, hogy beleestem a vízbe. De miért nem szimmetrikus? Milyen így a szimmetriáról? Nem középen van az azt mondja, hogy ó, boy. Már sokkal jobb lett. Ezért akadt, valószínűleg ráért a kormányra. Viszont ha már a kasznihoz nyúlunk, akkor... Meg kéne nyújtani a drágát. De hogy? Ja, mondjuk igaz. Középre valahogy, középre. Hát a hátulját kéne inkább. Lehet csinálni ilyen fasz a kis izét. Ilyen ketrecet. Minden valami látvány izét. Tényleg találtam egy, hogy van egy új cucc, ami nem tudom mire jó. Ez mire jó. Trust. Tessék, ez micsoda. Bármi is, az betesszük ide. Csinálunk neki hálót. Tehát, hogy ez micsoda? Mert én nem. De jól néz ki. Tessék, fantasztikus lett. Most ez hova vezet? Ó, banyek. Nehéz 3D-ben ilyeneket húzigálni, mert valahogy sose arra viszi a gép, amerre az ember szeretné, de nézzük meg. Na, ez most nagyjából el is találta azt, amit én szerettem volna. Kurva jó. Nem. Ez is nagyon menő néz ki, de nem. Nem azt akarom, csak ezt a bogyót. A bogyót mozd. Oké, oda. Zsír. Na, most nézzük meg, hogy az a bigyó ott benne, az mi a tököm. De ez valószínűleg ez egy minden irányban... De ezt szedjük inkább, mert hülyén néz ki ide. Tegyünk inkább ide egy kis motrot. És arra teszünk egy kis kereket, ami így tökéletesen useless módon fog forogni. Méghozzá akkor fog forogni, amikor megy. Ami a tököm. Start. Door. Over. Nem is, nem, ez. Mikor mozog ez az izé. Fog. Csak egyet lehet rákötni? Ide kell bekötni a... Vagy nem is ide, orr kell. Hát ha bármelyik ad jelet, akkor adjon jelet. Logic. Orr. Kell ide. Nem kell. Na. Tehát ha megy majd a piszton, akkor forogni fog ez a kerék, figyelj! Mint ha bármi értelme lenne. Na várjál, ez akkor is a jelet, hogyha már odaért. Jó. Nem nagyon áll meg, ez ilyen lengkerekes. De már nem megy a motor. Tegyünk rá motorféket, elvileg azt be lehet kapcsolni. Ez a programozásnál lehet. Breaking on.
Hagyjuk le. Csak jelzés szintűen nyomja. Aha, milyen menő már. Totálisan értelmetlen, de... És amint lenyomom... Hát mondjuk a motorfék az elég lassan dolgozik. Ennyi, látványkerék. Mit kell még itt csinálni, várjunk? Van kívül látványkerék. A kerék az még mindig ragad egy kicsit. Szerintem a... kanyarodáson valamit. Na, marad. Tulatúrodar hiányzik. Hát az igen, az tökéletesen hiányzik. Van kis karcsú a közepem még, azon már állítani kéne. Kicsit húzzuk ki a... Mondjuk annak sem örülnék, hogyha... kormány belelúgna valamibe. De talán nem fog. Majd legyózik. Home delivery. Az mit jelent? Valamit haza kéne vinnem? Lászos szállítást kéne csinálni. Aha, ott egy csillag. Gondolom az annyi, oda kell vinnem akkor egy raklapot. Ez mondjuk már poénosabb lesz ezen a környéken. Nagyon ráz az út. Ó, nézd már egy csapi. Megint le kéne jönnöm a sínekről, mi? Hol megy ez? Oké. Okay. Nézzük ezt a 100 centis öt, arra már be vagyunk járatva, ugye? Oh. De mi a fasz? Most ki van nyújtva mind a kettő? Hogy vettük le az előzőt, hogyha ez a csutka? Oh. Há, Istenem, ezt valamiért mindig összecsukja, kicsire, de nem. Nem csukta össze, akkor nem értem. Hogy összecsukta? 95 volt, ugye? Legalább vonat nem jön, így van. Ez a motor, ami zúg, hogyha kint van a piszton, akkor azt mondja, kicsit idegesítő. Még ezt nem értem, hogy ilyen lassan kanyarodik, az úgy miért jó, bárkinek is. Leszarom. Az lent van. Ami lent van, az biztos nem kell. Szerintem a home delivery annyi, hogy egyetlen egy dobozt eljutassak odáig. Ezt tudom vállalni. Az, megjött a csomagod. Letenném. Nagyon szívesen. Mi még? Collect the star. Hol van itt még star? Ki látott itt csillagot, mert én nem.
Hát meg ott állsz a szállítás. Ennyire király vagyok. Ó, bazd meg. Jelzi a térkép? Ó, tényleg. Ez jogos. Valahol arra van. Á, ott van bent. Na ne basszál fel, hogy jutok én oda, hülye vagy? Hajót azt még nem lehet csinálni, én úgy tudom. Ha. Repülő cuccot kéne csinálnom? Csak nem. Kicsit csúnya lenne. Hát... ott teszi meg a fene. Hajó az még nincs. Pomp esetleg? Nem hiszem, hogy odáig kéne pisztonokkal kinyúlni. Ez kicsit messzi lenne. Micsoda? Nincsen drónom jelenleg. Tudnék építeni. Atomfizikus lennék. Ja, kicsivel. Ja nem, nem. Ja, hogy erre gondoltál, hogy ezzel menjek oda. Nem, sajnos géppel kell felszedni. Hát ez nem elég, hogyha ez ide jövök. Sajnos repülőt kell építenem. Nem úszom meg. Ezt sajnos nem úszom meg. Valamit kell építenem, ami repül és mozog. Valószínűleg azt fogom csinálni, hogy egy ilyen thrusteres drónt fogok építeni. Amennyit sem, hogy felemelkedik, és utána a thruster fogja lögdösni. Viszont az az a probléma. Már bonyolultabb számítások kellnek, amik azért nem értek, mert hogyha a thruster arrébb ki az alját, akkor a teteje meg fog pillani, és így visszafele fog menni. Építhetnék helikoptert is. Ó, igazából helikopter lenne a legjobb talán. Bár az is egy kicsit ilyen bonyi. Gondolom, mert sosem építettem helikoptert. Viszont ezt elmentjük még hozzá. Ilyen tudományos névem. Azért maradja meg az előző targonca is. Tehát valami ilyesmit lehetne építeni. Mert ez sok eszközön még nincs is meg. Így elépítünk valamit. Azt nézem, hogy akarom-e, hogy kerekei legyenek. De én nem akarom, hogy legyenek kerekei, úgyhogy... akkor valaminek nem lesznek kerekei. Hanem ilyei lesznek. Na, ilyei. Valami ilyesmit egyébként, ezt gondoltam. És akkor ide lehetne propellereket csapatni az elejére. Mondjuk húzzuk egy kicsit kijebb ezt. Legyen minden oldalon. A baj, hogy ez... Jaj, látjátok? Na, ez nem ilyen lesz. Ezt egyenesen nehéz kihúzni, mert... alapjáraton Ferdén szeretné, meg amúgy is Ferdén van, szóval. A másikat is. Ja, ezt kell kihúzni még 26-21-re. Én nem akarod 26-21-re kihúzni?
Az a baj, hogyha nem lesz szimmetrikus, akkor megbaszhatom az egészet. De jó. Oké. Okay. Növeljük meg, ez még jobb. 45 centivel. Ez legalább egyenes. Na, 45 centi, jó. Tegyünk ennek a... Az aljára kéne valamit tenni azért, hogy... Mégis a levegőbe álljon. Valami kis drótvázas lábakat. Ennyit, annyit. Egy ilyen egyére gondoltam én, hogy... Csak így. Ennyit ide is. Mivel, hogy nem ugyanolyanra fog sikerülni. Hát az egész olyasmi lett. Oké. Okay. Vannak talpai. Kéne nekünk ilyen böhöm rotor. Jó, és akkor erre tegyünk. Vannak fények! Nagyon zsír. Annyi mindent kaptam? Ez fasza. Azok már csak súlyok. Propeller. Na nézzük, mit csináltunk. Most dől az egész. Jézus! Na, a kérdésem az lenne, hogy ez mi a faszom ért forog el. Én nem csak semmi más, csak föl meg lefele megyek vele. Építsük át. Amúgy ezeket a motorokat alulra kéne tenni. Csak mondom, figyelj. Mert... Valamiért alapjáraton úgy gondolja, hogy ez a... Nem. Inkább csak meg kell fordítania. Ide teszlek és aztán vissza. Mert most az van, hogy a programozást megnézzük. Ott valamiért van benne egy ilyen... De miért? Hát ez leérkezett. Került összetörnöm. Bocsi! Vigyáztam! Ez egy elég lenne kis motor is. Már ezek elég jól néznek így ki. Na jó, ne bohóckodjunk. Elég
fura dolgot fogok csinálni. Simán thrusterekkel kéne csak. Nem, nem, legyen propeller, legyen propeller. Két kicsi motrot fogok tenni. Talán elég lesz. Kicsi motrokra pedig kicsi. Fellereket. Nem találom őket, mert miért találom. És ezeket pedig rákötni. Hova? Na. Basszus, elfelejtettem, hogy ennek is súlya lesz. Nem is kevés. Hogy hátra bukott már. Jó, akkor tegyünk előre egy kis súlyt. Ezzel ennyit kéne. Csak hogy ki kéne balanszolni, hogy jó legyen. Most ezt balanszolja ki az ember. És ide tennék thrustereket az elejére. Súlya mondjuk nem lenne nagyobb, de... Nézzük meg. Az oldalára. Külön ráteszek valami. Mondjuk azt a shiftre rákattam. Parts. Just. Ha még mindig könnyű, hát valószínűleg könnyű lesz még mindig. Ha mindig eldől. Az a fura, hogy most totál szimmetrikusan van megcsinálva az egész cucc. És mégis oldalra dől. Imádom. Tennék én még a tetejére ide egy sima súlyt. Tényleg. Most csak ennyi lesz. Úgy lámpákat, annak is van súlya. Mondjuk egy ilyennel kezdjünk. Így mindig hátra dől. Tír. Nagyobb súlyt, tegyünk rá nagyobb súlyt. Öröm nézni, ez bukfencezik, de most tegyünk rá nagyobb súlyt. Anyád! Mindig belekeveredek a dolgokba. Ez meg kicsit nagyobb, nem? Meg már sok. Én szedjük le a thrustereket. Azok olyan menők. Nem szedjük le, hát átteszik őket csak ide. Kap egy kis boostot még alulról. Rakéta kilövés. Oh, de mindig hátra bukik, mint a szakony.
Mindig kevés lenne elől a súly. Nem ez a... Úgy a kémasszus, valami mérleg. Veszek rá a lámpát, annak is van súlya. Ennyi. Még mindig hátra bukik. Még mindig. Most egy picit még tegyünk ide. De előre. Elég ott rombán néz ki szegény. Hát alulra is nagy súlyt kell tenni, úgy látszik. És ide teszem. Klónozni. Hű, az egész cuccot klónozta. A lámpástól, nem mondod. Hát, valós lesz lámpa ennyi. El lett döntve. Azt a mindenit. Na most megint előre fog esni, mint a... csuka. Aha. Tír. Istenem, akkor ide még egy kicsit teszünk előre. Jobb összetem nincs. Én 5 kilósat. És ez a kibalanszírozás, ez nem egészen működik. Ó, tényleg erőkar, az is van. Ha most előre bukik, akkor hátrébb kell tenni. Jogos. Azzal is lehet finom hangolni. Nézzük. Ha most meg hátra bukik. Alakul. Már csak ezt kell csúszkáltatni ide-oda. Na, olyan jobb lesz. Hát, ennél jobb már nem lesz. Azt nézem, hogy a thrusterek viszont visszafordultak egyenesbe, de miért? Ez totál beállítottan. Ez az érdekesebb a játékban, hogy néha fogja magát egy-két alkatrész és egy külön életet él. Most beállítottam a thrustereket. Semmi értelmük nincs, de ott vannak. Jó adalasz, jó pihenést! De ennek nem így kéne működnie. Tök szimmetrikus az egész, és az egész oldalra dől. Én azt megértem, hogy hát, javálja. A tök szimmetrikust azt most egy kicsit átgondolom, mert... nem pont oda lett téve. Az alsó is egy kicsit talán feldén van. Hát nem ezekkel a súlyokkal kéne mahinálni. Olyan pontatlanul lehet csak őket fölhelyezni. Gyerünk, rakétákat! Na most mi legyen? Plács. Lehetem úgy hálót kéne építeni, nem egy ilyen izét. Le is esett a hátsó. Túl nagy ez a kaszni. Ezt el sem mentem, csináljunk egy új gépet. Csináljunk egy tök újat. Ami azt fogja tudni, hogy... egy kicsi. Az aját azt nem is túlzom el nagyon szerintem, az ilyen nem piculi lesz.
Igen, jól látjátok, valami helikopter formát próbálok ebből alakítani. Ott dögöljek meg, hogy az lesz belőle. Csinálok rá egy ilyen ketrecet a tetejére. Pöckök, mint a cövek. Egyelőre csak ilyen bumszli lesz az egész. Később majd. Eljjebb. Oké. Okay. Ilyen kis Flintstone család jellegű helikopáltér lesz egyelőre. Az a baj, nem vágom, hogy melyik motort érdemes rátenni. Vajon föl fog ez így emelkedni? Hát eldől, mint előttek nyilván. Ó! Egész sok szufla van ebben a piciben is. Nem egészen értem. Megint negálva kötötte be ezt a csodát. Oké. Okay. Hátra dől, az azt jelenti, az elejét még túrni kell jobban ki. Nem állt neki valami lábakat csinálni, csinálj a lábakat. Megint. Mondja, hogy megfogjuk, kinyújtjuk. Örülünk. Ezt a kettőt. Kik össze. Ezt. És kinyújtottam egy kicsit jobban. Na! Hölgyeim és uraim, helikopter. Az elején még mindig túl könnyű. But why? A másikat robbantsuk már fel, hát ezt nem kell ide. Divit. Akkora bumszli az eleje. Mit csináljak még? Meddig húzzam ki? Bár mondjuk a hátuljára még kell... bazd meg, ez már szörnyű. Hormótlan egy helikopter ez. A hátulját össze kell húzni. Rendesen. Kell egy... motor, ami egy pici motor lesz. Tén pici. Na, én láttam helikopterről képeket, az... miért van mind a két oldalán? Ja, mindjárt jobb. Jobb? Hát, is nem is tudom. A másik oldal szokták tenni? Mire kötődött be? Nyilván sehova. Lesz ebből baj, gyerekek. Tír. Hát de miért ilyen nehéz a hátulja? Aki mondja el. Valaki mondja el, hogy tehát már ott van az elején, mondjuk ez lehet, hogy a kaszni az könnyű anyagból van. Ennyi. Most az elejére fog dőlni. Sokkal több anyag van benne elől, ne szapassál már te játék.
Tudom, hogy erőkar itt is, de hát... Annyira kihúztam volna a hátulját. Akkor toljuk vissza. Jobb ötletem nincs. Egy kis töpszlire. Nézd ezt ki. A szépség a lényeg, de ez most ezt a felülrondba. Na így merre, aranyosabb. És még mindig eldől. De első megint az, hogy oldalra dől. Pedig most aztán már tényleg minden szimmetrikusan van. Tessék, még mindig oldalra dől. De most már előre dől, nagyszerű. Breakdance. Oké, most már azért. Most már csak finom hangolni kell ezeken a méreteken. Ja, 25 centi. Már csak oldalra dől. Egy olyan szerkezet, ami úgy egyébként szimmetrikus, csak mondom. Lehet, hogy... Ez... Nem tudom. Nem értek a helikopterekhez, ez szerintem látszik. Teszek rá még egy rotort. Rotor nem lehet. De mondjuk ez tény, hogy itt nehezebb. Annyit tudnék csinálni, hogy skijebb húzom. Jesus, nem. Anyád. Micsoda? Kihúzom. Mond neki, hogy M. Nem, azért miért. Most mond neki, hogy M. Utána húzom ki. Leszarja. Most már csak hátra dől megint. semmi baj. Miért lenne az baj, hogy hátra dől? Nem dől hátra, mert mindjárt akkor előre is egy jó. Baj ezzel, hogy... bárhova el lehet helyezni. Dír. Hát ez nagyon fasza. Sose fog ez a szar repülni. A repülő szerkezetek azok betesznek nekem ebbe a játékba. Egyébként thrusterekkel kéne próbálkoznom. Jó, azt a szart elmentem. Nem tudom miért, de elmentem. Jó. Szerintetek elmentette? Veszek volt, a kérdőjét nem szereti.
pontot szereti. A pontokat szereti. Ez a baj, ez az X-el. Ez se jó, meg ez se jó, meg egyik se jó. Vagy ahhoz, hogy repüljön itt valami, már komoly programozás kéne. Programozás, értitek? Vannak repülő dolgok a játékban, de... Azokat nem egyszerű összerakni. Oda kéne elrepülni. Hát mégiscsak ezzel kéne ezzel a helikopterrel kísérletezni tovább, vagy nem tudom, mik vannak még nekem elmentve itt. Mikor repülőt beállíthatom. Az már majdnem zuhan. Oké. Milyen keveset mozog? Ez sem mozog sokat, ez tény, de... Most nézem, ez milyen ferde. Batvaj vagy ilyen ferde? Ha, nem, ez valószínűleg nem sokat segít rajta. Ez a szárny is, mint a ferde lenne. Hát mondjuk azért van benne egy kis mungit is. Ó, bazd meg. Hát jól jön ki ez a ferdeség. Azért billeg az egész szar össze-vissza, mert tele van mindenféle furcsa alakzattal. I don't know why. Nem én csináltam, na jó, de... Oké, egy röviden vagyunk, de hogy így meg kísér el olyat csinálni, mint a felszáll. Túl kicsire állítottam ezeket a... ...téket. Jó, kell kanyarodnunk, muszáj. Szerintem most ez lesz a megoldás, itt a kanyarodás dolog. Tudunk előre hátra menni? Tudunk. Ha? Azok a kis lapátok, azok nagyon picik. Ugye azon még növelni kéne. Akkor legyen nagyobb, és... Ne menj már oda! Oké, akkor kap be. Oldalra lesz nagyobb. Istenem, ez a szárny. Közgassuk a helyére ezeket a dolgokat szerintem, mert ez így nagyon szörnyű. Egyenesebbnek tűnik. Mondjuk látszik, hogy ez is ferde. De rohadtul ferde vagy. Mindegy. Oké, akkor programozzuk át. Az éjszakát, mi ez?
Aha, most nekem kell egy input. Rá kell kötni. Down. Ezt ide. Szavaz joke. Én mint a befőtt. Miért kell ma kajálni valamit? Külön kéne bontani. Miért van ez egyben? Külön lehet ezt szedni? Valószínűleg nem. Később Apex? Simán. Most így egy ilyen 15 percig szarakodok ezzel, elmegyek kajálni, lezuhanyozok, aztán tőlem mehet. Ha úgy jó. Ha úgy jó, akkor jó. Ezt hogy kell megcsinálni? Az a baj, hogy ezek együtt, ahol együtt vannak. Lehet őket szíjjel szedni? Ezek mindenképpen egy egybe mozogósak. Nem is ezt kéne, hanem az elsőket kéne. Mert előbb, hú, várjál csak. Külön vannak ezek? Ezek a hátsók. Ezek az elsők. Ó! Akkor ezt külön kéne választani. Dobjuk ezt is. Hm. Azért ez csak powert fog ráadni. Ezt nem bagom ezeket, hogy lehet külön választani. Mert úgy kéne, hogy az egyik kerék erre forogjon, a másik arra, és akkor fog így megfordulni. Mint egy tank. Erről van egy videó, nem tudom, ezt meg kell nézni. Nagyon sok ezek együtt mozognak. Lehet, hogy a mirror le kéne róla valahogy szedni, és az már úgy jó lenne. Aha. Teszek egy másikat. Szintén kicsi, ugye? Motor. Mol motorra. Ha, most lesz szerintem fasza. Bár akkor a hátsónál is ugyanezt el kell játszani. Jó, és most elvileg ezek nem mirrorizáltak, hogy mondják.
Hogy hogyan mondják? Ah, most itt az összes. Úgy, de bele fog keveredni, én már most látom. Ez. Az ott van. Hármas van elől, jobbra. Az ez. Elítsuk majd be úgy, ahogy vannak. Ez elől van. Hátul van. Nagyjából így. A négyes. Az mind a kettő elől. Mi a pöcs? A négyes még mindig nem jó. Az még mindig mirrorban van. A haverjával. Klónozzuk akkor. Működött amott is. Ja. Szóval. Az. Ez, ugye? Melyik ez? Nem. Ez, igen. Pedig megint az? Mi a fasz? Na jó, ezt. Magyarázd el, hogy ez miért. Ez a power a jobb oldali első. A négyesre ugyanazt írja. A jobb oldali elsőt. Mi a retek? Hülye. És van egy motram, ami nincs. Ja. Legyél köcsög, te hanyas vagy, te disznó. Jó, ez bugos. Mind a kettőre ezt írja. Ami nem normális. Ugyanaz. Viszont, hogyha ezt kitörlöm. Vaj, ez kicsi volt. Ez most a hatos lesz. És megint azt írja, hatosnak írja ezt. Holott ez rohadtul nem az. Mert ez a négyes. Jelen, bocsánat, ez a hármas. Mert most már a hármas, hatos, meg négyes is ugyanaz a motor. Itt valamit nagyon bekevertek. Hát igen, ezt kéne inkább letörölni. Ezt letörlöm, mi tűnik el? What? Egymásra volt rakva. Egymásba volt téve az a három motor. Az fasz. Oké. Mirror le. Mondom mirror. Mirror le. És teszünk egyet. Jó, és akkor a kerekek. Az most megint mirrorba van. Remélem a motrokat nem mirror. Ja, viszont a jó, ez a hármas. Melyik a hetes? Ez is a hetes! Megint egymáson van két kerék. Hát ezt a bugos szart. Fogom ezt és letörlöm, akkor el fog tűnni.
És ott marad egy másik. És ha ezt törlöm, az is eltűnik. Ó, várjál, mert mirrorba volt az. Na várjatok. Ez most már komolyan idegbajt kapok mindjárt. Tehát. Ide teszem. Mirror mód kikapcs. Bekapcsolta. Vissza. Oké. Okay. Mirror mód ki. Mirror mód ki. Jó. Aha, sejtem, hogy mi a bűvű. Ide teszem. Ezt is. Mirror mód ki. Igen. De most rátett szerintem még egyet a tetejére. Most leszünk jók. Ó, baszki. Hatos, hetes, tökéletes. Ez a hatos, ez a hetes. Most pont úgy van elhelyezve, hogy itt vannak. Most akkor tudom őket külön kezelni. Tehát... ez hogy fog működni? A power az mindegyiknek adjon. Legyen hátsó kerék meghajtású, ez nekem bőven elég. Az elsővel... ez nem jó, mindegyikkel kell kanyarodni. Akkor ezeket külön kell bontani. Viszont ha ezek külön vannak, akkor... ja, várjál. Ó, banyag. Jó, ennek majd szerintem utána kell nézni. Tudom én, azt most elmentem itt, ahol vagyok. Ezt a koncepciót most csak így. Hát ez remek ez a... fél 2.0. Kéletes lesz. Ezt innen fogom folytatni. Legközelebb. Eddig is minden jót mindenkinek. Ja, és Apex lesz még, amíg valaki itt van.